Európai Bizottság kezdeményezte az uniós felzárkóztatási támogatásunk csökkentését. Ez súlyos hátrányokat jelent a lakosságnak és a vállalkozásoknak is. A helyzet nagyon komoly. Szó szerint idézett az elnök a kamarai kiáltványból a sajtótájékoztató elején. Mihalic Antal arra hívta fel a figyelmet, hogy ha az Európai Bizottság valóban csökkenti hazánk uniós felzárkóztatási támogatását, az rendkívül hátrányosan érinti a lakosságot és a vállalkozókat is. Éppen ezért a kamara összefogásra buzdít annak érdekében, hogy a büntetés ne lépjen életbe. A kamara segít a pályázati forrásokhoz való jutásban. Segít a pályázati rendszer megismerésében, segít pályázat készítésében. Hogyha megfigyelik, a kötelező regisztráció kapcsán is ígértük azt, hogy a pályázati források megfigyelésében, forrásokhoz juttatásban segítünk mindenkinek, minden regisztráltnak, nem csak a tagjainknak. Most akkor úgy gondolom, hogy elementáris okunk, hogyha itt a forrásoknak a megkurtításáról beszélünk, hogy a szavunkat fel kell emeljük ennek érdekében. Miközben megszületett a kiáltvány, rendben zajlik a kamarai regisztráció. A vállalkozások felismerték, hogy miért fontos számukra a tagság, és folyamatosan jegyeztetik be a cégeket. Mi úgy számoltunk, hogy a 25 ezerből valószínűleg ilyen 20 ezer körüli regisztráció egész biztosan, hogy meg fog történni, és minden esély megvan arra, hogy ez valóban így is legyen, hisz két nap van még hátra. Tegnapi nap már 6 kollégám fogadta a vállalkozásokat, kezdetben egy kollega volt csak, és ma úgy néz ki, hogy már 8-an fogjuk várni a vállalkozókat itt a Győri irodában, itt van a legnagyobb ügyfélforgalom. A kiáltvány bemutató sajtótájékoztatón hangsúlyozták, a felhívás teljesen politikamentes, és kizárólag a vállalkozások, illetve a magyar emberek érdekeit tartja szem előtt. Megalkotói abban bíznak, hogy sokan csatlakoznak majd a kamara által meghirdetett összefogáshoz.